Hát akkor szép jó napot kívánok! Mondhatnám, hogy ez itt az NX TV következő műsora, de valójában egy sajátos kis motoros vlog, hát motoros elektromos biciklis vlog. A képen látható jármű becenevezzük mi. Tudom, hogy egy kicsit koszos, de ez van. Az a helyzet, hogy ez egy 350 wattos kis járgány, elektromos járgány, kínai, természetesen, mint minden, ami mostanában ezen a drága kerekbolygón megtalálható, ami nem kínai, az nem eredeti. Na már most akkor próbáljunk egy kicsit elmagyarázni, hogy mit láthatunk a képen. Ugye eredetileg, amikor ezt a járgányt megvettem, akkor ott a pedál résznél, látható helyiségnél, ott géles akkumulátor volt. Na most azt az akkumulátort én azt kivettem, és ahogy látjátok, itt van két ilyen úgymond hordozó tartály, tehát konkrétan ezek a részek, azok ott akkumulátorok. Kettő darab, 12,5 amperes akkumulátor. Időközben a géles tartályba belecsöppent még egy 12,5 amperes akkumulátor. Összesen a három darab az 37,5 amper. Konkrétan ez előzetes tesztek alapján ez körülbelül egy 60 és 70 kilométert lehet megtenni vele. Na most azt tudni kell, hogy én 140 kg vagyok, és a járgány az 25 km per órával megy, tehát természetesen ez a legális végsebessége, ugye? Tehát pedálos 25 km per óra, és maximum 350 wattos motor. De szerintem jó vagy gyengébb a motor, de mindegy, ezt hagyjuk. Tehát a lényeg, hogy mondjuk kötelezőnek nem kötelező a bukós is a használata, viszont én vettem rá. Na mindegy. Tehát akkor lássuk. Ugye minap eldöntöttem, konkrétan tegnap eldöntöttem, hogy mi volna, ha én most fognám magam és bemennék Nagyváradra, mert hogy enyhén fogytam, és elhagynak a gatyáim. Konkrétan kellett egy nadrágszé. És elindultam. Ez itten az udvar. Elkezdem tolni a mocit kifele, biciklit, hivatalosan elektromos biciklinek hívják, háta mögött. És igen, itt is van egy kis probléma, konkrétan a kapuajtó pont akkora, mint a kormány, tehát egy kicsit, sőt, kell csaljak, ott van a szomszéd autója. Azt azért tudni kell, hogy ez egy januári időszak. Elég szép idő volt kint, de konkrétan sütött a nap. És igen, hát azért látszik, hogy tél van, tehát azért nagyon fel vagyok öltözve. Konkrétan egy hatalmas nagy kabát van rajtam, magamra húztam bunkós isakot, és javellok. Este esett az eső, ahogy lássátok, vannak tócsák, és egy kicsit nedves is a talaj, de nem volt olyan vészes. Pár hónapja vettem egy ilyen GoPro utánzatot konkrétan, ilyen természetesen eredeti, ugye egy de jó volna tudni a nevedet, típus. De lényeg, hogy van neki 4K
filmezést tud csinálni, tehát 4K-ba tud felvenni 60 FPS-sel, és van ilyen, hogy mondják, rezgés, mindegy, tehát az a stabilizátor, hülye gyerek. Tehát van ilyen stabilizátor is beleszerelve, konkrétan ez a GoPro utánzat, mondjuk úgy, hogy kamera, ez a reflektornak a tetejére van ráragasztva, rászerelve, ugye, és akkor nagyjából ennyit tud. Ugye a település, ahonnan elindultunk, ez Bihar, a nagyvárattól körülbelül 10-12 kilométerre van. Én tudom, itt meg kellett volna álljak, de konkrétan a fejem nem látszik, de körbenéztem, nem jött semmi, kicsit lassítottam. Mondjuk ennél a tempónál nem volt nehéz észrevenni a lassítást, mivel amúgy is lassan mentem. De én a mondó vagyok, hogy az, aki megteheti és nem szeret száguldozni, és természetesen jóval kisebb a súlya, mint mondjuk nekem, az szerintem előszeretettel tudna használni egy ilyen kis elektromos járgányt. Nem számítva mondjuk azt is, hogy sokkal olcsóbb fenntartani, mint egy benzinest. Konkrétan a lényeg az, hogy akkor, amikor ezt vettem, én elektromos biciklit akartam venni. A bibi az volt, hogy abban az árban, amit megengedhettem volna magamnak, abban nem találtam. Hát találtam ilyen 3000, 4000, 5000, 6000 lei környékén, ami ugye nem az én zsebemnek való volt. És Ádám fiammal nézegettük, és ő találta. Ez 2400 lei volt. Jó, természetesen azóta még tettem bele, és a többi akkumulátorok le lettek cserélve. Tehát azt azért tudni kell, hogy a régi géles akkumulátor, itt a szomszéd néni kezdi csókolva, tehát a régi géles akkumulátor az per kb. 30 kiló volt. De már most, amint kivettem azt az aksit, és rácsatlakoztattam a legelső akkumulátort, a 12,5 amperes akkumulátort, tehát az az aksi, az a bicikli akkumulátor, az 4 kg. Tehát 30 kg versus 4 kg. Tehát ott egy akkora súlykülönbség volt. Nem az, hogy nem a végtempónál számított ez, hanem az, hogy egy kicsit fürgébb volt, egy kicsit könnyedebben ment, egy kicsit, tehát érezhetően több ereje volt. Jó, természetesen akkor még én is 145-150 kilós voltam, amikor elkezdtem, és most azért 130 környéke volt, vagyok 120-130, tehát azért még az is fogyott. De a lényege, hogy a litionak itt teszel egy géles járgányra, ami gére van kihegyezve, ugye nagy, lomhabb, stb. Iszonyú különbséget fogsz észrevenni. Tehát fürgébb lesz a motor, kicsit erősebb, persze ott van a súly. Ugye a géles aksinál a súly az dominál, tehát az nagyon hátráltatja a motor haladását, főleg dombon felfelé. Na most ugye, igen, megelőzött egy teherautó, de azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy elég szép forgalom van, elég szépen mennek el mellettem, és nem, mondjuk ez a teherautó egy kicsit, nem tudom, kicsit úgy éreztem, hogy túlságosan is a másik is autónak a fenekébe ment.
mitől le akarná tolni. Na nem mindegy. Tehát térjünk vissza a híres akkumulátorra. Előnyök, hátrányok. Hát előnyök az, hogy nagyon olcsó. Nagyon, hát viszonylag nagyon. Hát, de olcsó. Viszont a hátrány a súly. Iszonyú súlyos. Illetve a súly mellett még az a probléma, hogy nem tart sokáig. És iszonyú lassú tölteni. Tehát a géles akcióhoz képest, mert a géles és a litium akkumulátorhoz képest. Ez a bringa akku, ami van rajta, 12,5 amperes, ugye egyenként 12,5 és 3 darabon rácsatlakoztatva a paralel. Azt azért tudni kell, hogy egy akkumulátort maximum nulláról 100-ra 4 óra alatt töltöm föl. Míg a géles akkumulátornak kell 8 óra. Egy 3 amperes a aksival, töltővel. Most én úgy szoktam csinálni, hogy ugye a 3-at, de legalábbis, tehát amióta ehhez a 3 akkumulátor van, azóta 3 alkalommal kellett töltsem. Ami azt jelenti, hogy a legelső alkalommal úgy csináltam, hogy fogtam, levettem a két bicikli akkumulátort, a saját töltőjével feltöltöttem, hogy a két 3 amperes akkumulátor töltő, ugye nem teljesen volt kifogyva, de olyan 2,5-3 óra alatt felnyomt a 100-ra, illetve az alsó akkumulátort, az itt egy gyönyörű kis quad. Tehát az alsó akkumulátort, azt egy 5 amperes gyors töltővel töltöttem. Azt egy másik két óra alatt, két óra, na, inkább 2-2,5 alatt feltöltöttem. És aztán lemértem a 3 aksit, hogy egyforma volt az áram benne, és összecsatlakoztattam. Ez volt az első töltésem. Akkor egy 3 óra alatt szinte mind fel volt töltve, tehát 37,5 ampert simán 3 óra alatt gyorsan fel tudtam tölteni. Aztán eszkábáltam egy olyan szerkentyűt, hogy ugye rá tudjam dugni a 3 akkumulátorra egyszerre azt az egy darab 5 amperes töltőt, így 1,6 amper nagyjából per akkumulátor jött ki, és akkor szépen lassan lehetett tölteni, az is egy olyan 6 óra, 4-5-6 óra alatt fel lehet tölteni. De elméletileg, ha jól számoltam, az is olyan 7,5 óra alatt tudnám nulláról 100-ra feltölteni az akkumulátorokat. Lehet, hogy tovább tartana. Hát, hogy volna belőle 12 óra, de nem hagyom teljesen lemeríteni. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy még így 3 akkumulátorral is elég kis fülge, ugye. Hát a 30 kilóhoz képest, mondjuk most visszahízott, ugye 4, 8, 12 kilóra az akkumulátor. De 12 kiló versus 30 kiló, azért van különbség, és van teljesítmény is, nem sebesség. Na. Ezek az előnyök. Ugye a hátrány ez a, hogy legálisan maradjunk, a hátrány pedig lenne a végsebesség, illetve én úgy érzem, hogy a motornak a ereje nem teljesen oké. Mivel ez egy úgymond 350 wattos a motor, elég gyengus, mondjuk a dombokat nem nagyon szereti. Itt is egy kicsit visszaesett, 25-ről olyan 17-20-val jöttem fölfele, majd amikor hogy megyek hazafele, na ott lesz gond a nagy dombon, ott azért
azért a géles aksival, tehát a régi nehéz akkumulátorra volt rá precedens, hogy azért a pedállal is meg kellett egy kicsit segítsem a mocit, és akkor igen, hát nem hiába van rajta az a pedál, tehát normálisan úgy kéne menni vele, hogy pedálozni folyamatosan, de ugye lényegesen gyorsabban menni. Tehát ez a pedál inkább arra van, hogy az első pillanatokban el tudjál indulni vele, vagy ugye kifogyik az akkumulátorod, vagy mondjuk, hogyha ne adj Isten, mondjuk dombon felfelé, egy hosszabb dombon felfele mész, és elég sebességet veszítesz a domb miatt, és akkor besegítesz a pedállal. Vagy, mint ahogy én ugye a legelső tesztemen azt csináltam, amikor megjött a moci, bicikli, mert hivatalosan elektromos bicikli. Tehát amikor megjött a Cuszki moci, nevezzük Züminek, akkor ugye feltöltöttem, első adó alkalommal elmentem letesztelni, 45 kilométert tudtam megtenni egy 20 amperes akkumulátorra. A hivatalos az, ugye ott, ahol vettem a Zümit, ott azt írták, hogy olyan 30-35 kilométert tudsz megtenni egy töltéssel. Na már most az a helyzet, hogy én akkor mondom, hogy 145 kiló környékén voltam, inkább a 150 felé tendáltam, tehát maxra ki volt, a súly ki volt maxolva rajta, illetve ugye mit akartam mondani, ja igen, tehát ki volt maxolva a súly, és én akkor 45 kilométert tettem meg. És úgy, hogy már az akkumulátorban, már az utolsó méterekben volt elég áram, és kénytelen voltam pedálozni. De igen, megközelítőleg 5-6 kilométert úgy tettem meg, hogy pedállal besegítettem. És azonnal mondom tovább. Na, és akkor újra hittem. Na, tehát akkor ott maradtam, hogy leteszteltem ugye a Cuszkuszkit, a szállán 45 kilométert tettem meg, az utolsó körülbelül 5-6 kilométert, azt úgy tettem meg, hogy közben pedáloztam. Ha nincsen hang, de azonnal lesz állítgatás. Természetesen ez elég hangos. Tehát a lényeg az, hogy igen, 45 kilométert tettem meg vele. És közben mindjárt váltunk egy másik képre, ugye megérkeztem ide a üzlethez. És szépen be is parkolok, gyönyörű idő van, látszik a falon, és megérkeztem a helyszínre, ahol nadrágszíjat fogok magamnak venni, illetve kesztyűt, és közben eltűnt a kávé, megvan itt a kávé, jó. Egy kort kávé, és itt látható a drága kosaram, és akkor már is vége a videónak, úgyhogy egy perc is
Na és már is itt vagyok, és természetesen megint hangosokkal. Hol vagy? Na hát, kijöttem, és ameddig elintéztem a dolgaimat, addig ugye így állt a kamera. Közben a háttérben lehetett hallani emberkéket, ahogy beszélgetnek. Lejjebb halkítottam, nem szeretném, hogyha annyira hallatszana. Na most, miután ott tartottunk, ugye, hogy 45 kilométert a géles akkumulátorokkal tettem meg, ez minden szép és minden jó. Miután lecseréltem az a teljes teleburit akkumulátor pakkot, ugye szépen lassan jövedeztek, jöttek a 12,5 amperes aksik. Aztán összeállt ez a úgymond a nagy pak, a 37,5 amper. És ezt természetesen nem bírtam ki, és muszáj volt leteszteljem, hogy most ez a hatalmas nagy pack, ez mennyit bír. Tehát hány kilométert lehet megtenni vele. Tehát azt azért tudni kell, hogy a 45 kilométert azt ideális körülmények között tette meg. Ideális. Kinek milyen ideális. 25 és 30 fok környékén lehetett az idő. Tehát nyáron. Lényeg az, hogy nyáron. Valamikor augusztus környékén. Június-július környékén lehetett az, mert augusztusban voltunk magyar Bartiláéknál, úgyhogy július környékén volt ez a Suslimus letesztele. Na már most mire összeállt az akupak, ez a jelenlegi akupak, addigra lett december, és én decemberben teszteltem le, fogózkodjatok meg, -4 fokban. Tehát voltam annyira retardált, hogy én -4 fokban, tökig felöltözve, bunkó sisakot a fejemre húzva, én elindultam akkumulátort tesztelni. És így kijött 58 kilométer. Tehát azt mondom, hogy az elég sok. Nem már most, ha jól emlékszem, valahol meg is kell legyen, de majd legfeljebb bevágok egy képet a videó alá, vagy egy linket, meg lehessen nézni. Már el nem felejtem, és meg is remélhetőleg megtalálom a képet, meg elméletileg csináltam. Na, lényeg, hogy 57 egész, valami 58 kilométert tettem meg. Az sok, -4 fokban, szerintem. Ja, és még lett volna benne, mert még az akkumulátor, tehát úgy van, hogy van 4 darab csíkom. Az első csík az körülbelül 20-25 kilométer környékén esett le. És hazaértem egy csíkkal, és még az egy csík, tehát amikor beértem a faluba, akkor esett le egy csíkra, és egy csíkkal még megtettem kb. 10 kilométert, csak aztán hát az a probléma, hogy hideg volt, tehát már nem bírtam kint lenni, illetve iszonyan fájt a popóm, tehát 58 kilométert végigülni, 57 kilométert mondjuk végigülni, az nem semmi. Tehát, és akkor menni 25 km per órás sebességgel, és menni, azt hittem, hogy sose fog
már kifogyni a moci, és hazajöttem, és még ment, közben elment mellett a rendőrbácsi, és mint ahogy látjátok, teljesen legálisan vagyunk, mert ugye van bukósisak, van pedálos a jármű, nem kell rá jogosítvány, nem kell beíratni forgalomba, stb. Ennyi a pozitívumja ennek a kis cuszimuszinak. Hát akkor ne térjünk el a tárgytól. Tehát -4 fok, hangsúlyozom, -4 fok, litium akkumulátoros cuszimuszival megtettem 58 km, de úgy, hogy még szerintem még egy 10 kilométert maximum meg tudtam volna tenni azzal az akkumulátorral, még mielőtt úgy végegben nem kapcsol. Igen, majd fogtam magam, behoztam a házba, a hátsó előszobába a cuszimuclit, ott jó meleg volt, hagytam egy pár órát, hogy melegedjen, és neki álltam feltölteni. Na most, hogyha litionos aksiptok van, akkor azt érdemes tudni, hogy enyhén langyos körülmények között érdemes tölteni. Tudom, hülyén hangzik, de nem hiába találták ki mondjuk az autóknál, és ja, közben ott a rendőrbácsi, így vigyadogjunk neki. Nem hiába találták ki, hogy az aksit ahhoz, hogy feltöltsed, ahhoz érdemes felfűteni. Jó, persze, azok nagy teljesítményű akkumulátorok, gyorsan kell tölteni őket, stb. Ezek ugye kis bicikli akkumulátorok, ezeket nem kell nagyon gyorsan tölteni, sőt, érdemes, hogyha olyan 2 amper környékén töltöd, hogy ne szépen lassan töltődjön, meg hova sietsz. Tehát effektíve, magyarán mondva, hogyha azt csinálom mondjuk ezzel a nagy akupakkal, hogy mit tudom én, mondjuk, ja igen, és akkor most mire használom ezt a járgányt, ugye bemenni Váradra, hogyha be kell intézni ezt azt azt, illetve hétvégi bevásárlásokra, illetve melóba menni. Na már most azt kell tudni, hogy a múlt héten például egész héten nem töltöttem a cuclit, mert hogy nem fogyott ki. Pénteken esett le egy darab csíkom. Hát konkrétan megtettem 25-30 kilométert, és egy csíkom fogyott el, tehát még 3-szor annyit meg tudtam volna tenni vele. Jó, annyi az egész, hogy mondjuk a múlt héten ugye délutános voltam, és ugye bent az előszobába tartottam, tehát viszonylag jó hőmérség lett, tehát plusz fok fölött volt, olyan 10-15 fok környékén volt, illetve a melóban, amikor fél 5 környékén, amikor már nem volt akkor a sürgés forgás, meg a hátsó ajtón be lehetett vinni, ugye fűtött helyiségbe, akkor fél 5 környékén, fél 5 fele, amint volt rá időm, ugye a munka mellett bevittem, hogy azért mégse legyen teljesen kint a hidegbe. Na már most a probléma az, hogy amikor délelőtt is vagyok én, ezeket nem igazán tudom megcsinálni, mivel iszonyú sürgés forgás van, illetve ott vannak a nagyfőnökök, stb. Meg ugye az a hely, ahova szoktam tenni zümit, olyankor az el van foglalva, meg jönnek, mennek az emberek, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy kitartom. Csak hát 8 órát kint a hidegben, azért szegény akkumulátorok nem igazán kedvelik. De, amit de jó, megjön a nyár. A tél már itt van, úgyhogy... Na. Hát nagyjából ennyit tudok elmondani a zümi életéről, illetve az akkumulátort pakolom, stb. Mint
hogy láttátok a videóban, ugye én konkrétan nadrágszíjjel indultam el. Azt meg is vettem a Volt Reálba, most nem is tudom, valami, nem tudom már, hogy hívják, de mindegy. És én azt meg is vettem, vettem hozzá egy hadi új eredeti kínai, érted, kesztyűt is, mert a régi, amit a drága kis feleségecském vette nekem, az van tönkrement, tehát konkrétan kikopott. Úgyhogy kellett venni. Természetesen én csak nadrágszíjjal indultam el, amikor megláttam a kesztyűt, mondom, akkor én nem fogok motoros kesztyűt venni, mit tudom én 120, 130, 180 leér, hanem mondom, megveszem ezt, tehát ez is kibírja, mit tudom én 2-3 hónapot. Gondolom én, nem tudom, majd meglássuk. Mondjuk ha azt veszük figyelembe, hogy ez azt hiszem októberbe vette az asszony, október-november környékén, végig ment a decemberi hónap, azt mondja, hogy egy kettő, hát, 2,5-3 hónapot tartott, ha mondjuk ez a kesztyű még tart legalább 2,5-3 hónapot, akkor ki is láboltunk a fagyból, és akkor minden szép és minden jobb. Na már most nagy áradon, Püspökibe pontosan, van egy cég, ahonnan ugye vettem a kábelezést, a kábeleket, illetve a dugókat inkább, de az Emagon keresztül. Én utána néztem ennek a cégnek, hogy lehet-e, mert itt ugye van nagyváradon egy kirendeltsége, konkrétan onnan érkezett meg a záró, és mondom, ha már úgyis benn vagyok, akkor már benézek és megnézem, hogy milyen termékek vannak, illetve gondoltam, hogy veszek még egy olyan dugót, biztosan biztos, és hát sajnos nem volt. De hát ez van. És amiért most jelenleg a földet nézitek, ez nem más miatt van, hanem a nagyváradi, illetve a püspöki út minőségének köszönhető lekonyulás. Igen, lekonyulás. Konkrétan nem vettem észre, hogy a kamera lekonyult, és azért pár kilométert megtettem, mire észrevettem. Úgyhogy igen, le vagyunk konyulva, és ilyen jó az út. Tehát egyszerűen köpedelem. Láttátok most az előbb, nem? Tehát fú. És nem értem, hogy miért kell ezt az utat így. Tehát mindegy, nem mondok semmit. Autóval nem érezhető. Viszont biciklivel, meg ezzel a cuszkimuszkival, ez nagyon, nagyon érezhető. Ahogy milyen furcsa, hogy úgy tűnik az egész menet, hogy hú, milyen gyorsan megyünk, szinte már gyorsabban, mint 25 km per óra, pedig nem. És elértünk egy zebráig. Igen. És még mindig nem vettem észre. De azért, na, tehát hogyha folyton a földöt nézed, akkor látod, hogy ja, Jézus Mária, milyen út, katasztrófa. Ja, és akkor igen, most vettem észre, na, végre valahára itt vagyok a hídnál, Püspökit elhagyva. Itt vagyok a Lidl, jobb oldalt a Lidl van. Igen, gondoltam, hogy itten megfordulok. És akkor megyek vissza oda fel, mert a körforgóba kellett volna bemenjek, viszont rosszul álltam be a sávomba, ugye én tartottam a jobb oldalt, hogy jobb oldalt menjek.
És az a helyzet, hogy nem tudtam bemenni jobb oldalra. Éppen nem volt látható, mert ugye le volt fittyenve a kamera. És lényeg, hogy nem tudtam bemenni jobb oldalra, mert el volt, nem jobb oldal, hülye gyerek, bal oldalra. Tehát nem tudtam sávot váltani, mert el volt foglalva a sáv, és nem engedtek be. Na tehát akkor, mint már mondottam, nem engedtek be a sávba. Mondjuk itt egy kicsit rossz voltam, lehet, hogy nem így kellett volna reagálnom, de én bementem, beerőszakoltam magamat. Na a lényeg, hogy nem tudtam sávot váltani, ezért inkább úgy gondoltam, hogy megyek tovább, mondom, akkor van még egy körforgó, ott vagy simán be tudtam volna menni. Meg egy utat, vagy azt a zájamot. De egyes sofőrök nézel, ez is egyszerre két sár, akkor mindegy, nem tudom. Na a lényeg, hogy megyek visszafele, ott a oskola, hát az oskola is elég furcsa megy, tehát egyszerre két sávot használ. Ha jól láttam, a kijelzés nélkül váltott sávot, ami elég furi. Hogy igen, velünk szemben látható a vízműveknek az irodája. És itt fölfordulunk jobbra. Igen. Itt azért tudni kell, hogy itt idom van. Azért tűnik, hogy lassan megyek, mert lassan megyek. Mert hogy a dombon megyek fölfele. Gyönyörű busz megálló. Gyönyörű autó velünk szemben. Milyen megérkezünk. Meg az igazság az, hogy nem is gondoltam volna, hogy az üzlet az ott van. És hát igen. És ott van. Aha. Itt van egy ilyen lassító. Hülyeség, hogy betették ezt a lassítót. Hát, hogy mennyire lassítja a forgalmat, azt az előbb láthattuk, hogy azért féltik az autójukat a drága elvtársak. Hogy... Igen. Viszont meglepő, hogy az autósok azért figyelembe veszik ezt a kis elektronikus járgányt. Biciklit, illetve a rendes bicikliket is. Főleg azon, főleg amiatt, mert hogy rengeteg balesetről hallottam, hogy elütöttek bicikliseket, stb. Viszont ha rendesen meg vagy világítva, akkor nem is olyan problémát lesz. Na most én most megérkeztem ide. Ugye látjátok is, hogy ilyen üzlet, ugye az igazság az, hogy én nem vittem be. Na és akkor itt egy kis reklám, piesebiciclete.eu. Én nem vittem be a kamerát, gondoltam, hogy mit tudom én is, hogy pár másodperc alatt, vagy pár perc alatt elintézem dolgokat, mondom. Hát ha van olyan kábelük, átjátszó, de sajnálatos módon nincs. És
Szegény gyereknek próbáltam kézzel lábbal magyarázni, hogy nekem mi kéne, és hogy mi is az, amit én rendeltem az interneten, az Emagon keresztül őtőlük. És nézte ott a polcon, volt egy olyan dugó, ami pont ellentétje annak a dugónak, ami nekem konkrétan van. De hát ilyen az én szerencsém. Akkor, amikor vettem volna, akkor azt mondtam, hogy nem veszek, és akkor aztán egy pár napig nem is volt elérhető, illetve elérhető volt, de valami más cégnél, de iszonyú árba. Tehát ezt a dugót, ezt úgy kell elképzelni, hogy a jelenlegi ára az Emagon 16 lej, plusz állítás, az valahol 12 lej. Na már most ezt az úgymond konkurencnél 32 lejjel láttam. 32 lej plusz szállítás. Ja, és várjál, mert nem hozta ki ilyen EMAG pontokra, nem egyenest haza, és a szállítás az 25 lej volt. Tehát azt mondtam, hogy nagyon köszönöm szépen, inkább megvárom, míg a legnagyobb srácoknak újból lesz. Elmondom, ha már itt vagyok, akkor már behuppanok, és akkor megkérdem, hogy hát, ha mondom, 16 lejt megér, ha már úgyis itt vagyok. De hát sajnos nem volt szerencsém, hogy... De majd legközelebb, majd amikor csinálok, hogy én ugyanígy ilyen videót is elérek ide, akkor már részletesebben bejövök, persze engedélyt kérek tőlük, bejövök, s körbenézek, mert igen-igen érdekel, hogy milyen cuccok vannak. Tehát vannak robogók, vannak frankó biciklik, tényleg úgy de hülye vagyok, nem néztem meg a biciklit. Krisztinek akarunk venni egy biciklit. Nagy, minél nagyobb keréke, ugye szegény gyerek megrúg, hát szegény gyerek, hát ez a természetes, hogy a kisgyerek megnő és nagy gyerek lesz belőle. És van a mikrofonom, megvan a mikrofonom, jó, nem lógott meg. És ugye hát szüksége van egy új biciklire. Ja, közben megérkeztem. És ez itt a reklám helye. Igen. Eszebicsiklete.eu. Ezt még meg sem néztem, de meg fogom nézni majd, hogy konkrétan miket árulnak még online. Jó. És akkor elindulunk. Egy, ahhoz képest szombat hány óra, majdnem egy óra van. Ja, igen, és a lényeg az, hogy az üzlet egy óráig volt nyitva, és én 12:53-50 környékén mentem be. Úgyhogy, de ahhoz képest, hogy majdnem zártak, nem sokkal idő múlva zártak. Itt a 6 perc múlva zárnak. Ahhoz képest elég kedvesek voltak. Mondom, az a srác elvitt egész hát mondta neki, hogy mi kell neki. Hogy töltőcsomó kell nekem, és hogy készenlábbal elmagyaráztam neki. Közben természetesen taxis, miért ne jön neki az ember elé. Mert elvégre neki van elsősége. Ja, nem. Nem mindegy. A lényeg, hogy a srác az iszonyú kedves volt és türelmes volt velem. És de sajnálatos módon nem találtunk nála ilyen dolgot, úgyhogy végül az lett, hogy ebből semmi nem lett.
és akkor közben láthatjuk, hogy itt már megint valamit csinálnak. És fú, itt az a helyzet, hogy a hátul, ugye ez az autó jött, és közben ott volt az a két valami, és mondom, nem szerette volna neki menni. Igen, 30 km per óra maximum megengedett sebesség, természetesen azt nem fogjuk tudni elérni, se hátszéle, se dombbal. Tehát azt azért tudni kell, hogy a videó elején, amikor jöttem lefele a Bihari dombon, Bihar és Püspöki közötti részen, ott azért megvolt a sebesség. Viszont ami nagyon furcsa volt, igaz, hogy nem kapcsoltam ki a motort, de lehet, hogy a gravitáció az jobban dolgozott volna a kikapcsolt motorral, viszont 3-os fokozatban tövig húztam a gázt, szerintem inkább lassítottam magam, mint gyorsítottam magam. Ugye 25 km-től átesett a sebesség, tehát meghaladtam azt a sebességet természetesen hátszél és domb lefele, de 28-29-nél többen nem tudott menni. Tehát ennyi. Tehát onnan már inkább gurult. Közben ez a bácsika annyira kidugta az órát, hogy jó, természetesen most itt a kamerán nagyon közel látszik, de annyira nem volt közel. Volt azért egy olyan jó hőméter hely. Szépen menjünk visszafele. Hát azért még mindig az útnak a minősége az katasztrofális. És akkor egy kicsit le is némítom a mikrofont, és akkor hallgassátok ezt a gyönyör utat. Mert ha sikerül, akkor egy kis ambient zenét is belakod.
is érkeztünk, mindjárt itt is vagyok. Eddig élvezhettétek az utat. Közben egy részen elfelejtettem a mikrofont bekapcsolni, úgyhogy csak dumáltam. Úgyhogy sajnos ez a öregség, Covington hiány. Itt vagyok az állomásnál mindjárt. Érted? Jobb bal oldalt ott az állomás. Ott, ahol a fehér autó beparkol, megáll. Ugye ez itt az állomás, Bihareri állomás, ha ne agyisten azt keresitek, akkor meg is találtátok. Illetve jobb oldalt a gázos, közben a szomszéd bácsi. Jó, meg is érkeztünk az ABC-hez, az utcának az ABC-hez, Andi ABC-nek hívják, Izsáki ABC, hogyha nehogy Isten megéhezel, megszomjazol, jöhetsz ide be, volt Andi. Na, hát én ide bejöttem egy kis vásárlásra, közben a szomszédok beszélgetnek, úgyhogy beletekerek, és ahogy látom, meg is jöttem, úgyhogy el is indulunk, a szomszédnéni. És már megyünk is. Na. Hát ennyi volt ez a majdnem egy órás videó. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy végig ültétek ezt a közel egy órát, sőt, mindjárt egy óra. Úgyhogy legközelebb remélem jóval rövidebb videóval fogok jelentkezni, amiben további fejleményeket el tudok mondani a motorról, vagy ne adj Isten, jó idő lesz, szép idő lesz, és akkor el tudunk menni más irányban is. Na, sziasztok!